termisztor ellenállásának hőmérséklet függése, ez alapján egy ellenállás hőmérő készítése, meg kell becsülni ez alapján a testhőmérsékletet, illetve azt, hogy a jég olvadás pontján mennyi lesz a termisztornak az ellenállása. Ehhez elektronikai boltban kapható termisztort szilikonba, ilyen olvasztó pisztollyal szilikonba ágyasztuk, két kivezetés, szükség van egy ellenállás mérőműszerre, keverőpálca, hőmérő, forró víz, hideg víz, és ide fogjuk kimérni a vizet. A kísérlet lényege, hogy elkezdjük a forró vizet, forró vízbe betesszük ezt a termisztort, mérjük az ellenállását, miközben változtatjuk a víznek a hőmérsékletét, és 5-6 ponton megmérve, majd utána grafikonon kell ábrázolni a mért adatokat. Nézzük is akkor a kísérletet. 15-ös emelt szintű kísérlet, második jelenet. Itt látható a mérési összeállítás, éppen 60 foknál járunk a mérésben. Az ellenállásra kell tehát állítani. Ellenállásmérésre 146 ohmot látunk 60 foknál. Akkor kiveszünk egy kis vizet a edényből és hideg vízzel pótoljuk. Ezzel hűtjük a vizet, és így több különböző ponton 5-6 mérést végezve meg elvégezzük a mérést. Vizet öntünk, nem túl sokat, megkeverjük, és amikor beáll a hőmérsékleti egyensúly, és a hőmérő sem változik, és a ellenállás sem, akkor leolvassuk a összetartozó értékeket. Hát körülbelül beállítjuk 55 fokra. Közben esetleg feljegyezzük az előző adatot, 146 ohm tartozott a 60 centiumhoz. Nézzük akkor az 53 Celsiushoz tartozik 175 ohm. És így tovább. Öt-hat mérést végezhetünk. A mért adatokat ebben a táblázatban ábrázoltuk, itt látható, tehát 80 foktól egészen 25 fokig. Érdekes, hogy ahogyan csökken a hőmérséklet, úgy nő az ellenállása ennek a termisztornak. Most ezen adatok alapján elkészíthetjük milliméter papíron a hőmérséklet, hogyan függ ellenállás grafikont, és abból az alapján majd megbecsüljük, hogy mennyi is lesz a testhőmérséklet, majd megmérjük persze az ellenállást még. Most szorongatom itt ezt a termisztort, és közben mérem, hogy mennyi ellenállás mutat, 370 ohmot, majd ez alapján megállapítjuk, hogy mennyi is az én testhőmérsékletem. Lássuk is akkor a grafikon elkészítését. Itt látható tehát az adatok ábrázolása, a vízszintes tengelyen a hőmérséklet, függőleges tengelyen az ellenállás, közben derült ki, hogy egy lapra nem is igazán fér ki. Itt 25 fokig végeztünk méréseket, és itt láthatók az összetartozó értékek, itt pedig egyszerűen meghosszabbítottuk körülbelül ezt a függvény menetét követve. Először tehát a hőmérséklet mérése, a testhőmérséklet mérése, a 370 ohmnál levetítettük a hőmérséklet grafikonra. Hát az én testhőmérsékletemre 33 Celsius fok adódott. Ezen kívül meg kellett becsülni, hogy a jég olvadás pontjánál mekkora lenne ennek a termisztornak az ellenállása. Itt meghosszabbítva a grafikont,
960 ohmot kapunk 0 Celsius fok esetén.